Dinamikusan változott, fejlődött az elmúlt években a gyógypedagógia területe, ez pedig maga után vonta a sajátos nevelési igényű tanulók számának növekedését is. A megyében a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága foglalkozik ezekkel a gyermekekkel, melynek munkatársai eddig a Szarvas utcán látták el feladatukat. Régi otthonukat azonban már kinőtték, ezért volt szükség a költözésre. Úgy gondoltuk, hogy ennek a fejlődésnek, növekedésnek megfelelő infrastrukturális körülményeket kell teremteni, hiszen ez a fenntartó dolga, hogy minden tanuló számára méltányos, esztétikus, biztonságos, jó környezetet tudjon biztosítani. Ezért választottuk ki ezt az épületrészt itt a Vécsei Tagintézményünk udvarán, hiszen ez egy különálló épület, kisebb átalakítással, felújítással, 38,5 millió forint összeg keretben, plusz a teljes bútorozás, meg tudtuk oldani azt, hogy méltó körülmények közé kerülhessenek a kollégák, a szakemberek, és méltányos, szép, világos terek várhassák a gyermekeket és az ideérkező szülőket is. A korábbi tantermekből vizsgáló helyiségeket alakítottak ki közös folyosóval, a szülőknek várakozásra alkalmas helyiséggel és a működéshez szükséges irodákkal. Szeptembertől tehát ezen a könnyen megközelíthető helyen végzik tevékenységüket. Elsődleges feladatukként a sajátos nevelési igény és a korai fejlesztés a jogosultság megállapítását, emellett a pályaválasztási tanácsadást és a gyógypedagógiai logopédiai vizsgálatokat. Utóbbiak esetében standardizált tesztek alapján dolgoznak. Mindig holisztikusan szemléljük a gyermeket. Egy komplex vizsgálat után egy szakértői tím összeül, és megbeszéljük azt, hogy a gyermeknek milyen sorsa legyen. A legfontosabb ismérve a munkánknak, hogy a gyermek a megfelelő ellátási formához juthasson hozzá, hiszen ehhez van a joga. Magyarországon nincsen képezhetetlen gyermek. A súlyos és halmozott fogyatékosoktól a teljesen preventív jellegű korai fejlesztéses gyermekeknek is joga van az őket megérni, illető oktatási formához jutni. Ez a bizottságnak a legfőbb feladata. A Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának 14 munkatársa, köztük orvosok, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, gyógypedagógusok, pszichológusok és logopédusok 2000-2500 gyermekkel foglalkoznak évente több mint 3000 vizsgálat keretében.